Advent harmadik vasárnapjára is színes programmal készültek Tamásiban. A karácsonyi vásár ismét megtelt látogatókkal. Miközben a forralt bor és kürtös karács illatban a helyi árusok portékhelyi között válogattak az emberek, a színpadon színvonalas programsorozat szórakoztatta az érdeklődőket. Tamásiban jó pár éve ebben a formában kerül megrendezésre az adventi programsorozat. Minden advent vasárnap a Városközpont rendezvény terén, a Művelődési Központ és Könyvtár előtt álló rendezvény téren különböző programokkal, adventi vásárral, étellel, itallal várjuk a látogatókat. Minden hétvégén más-más csoportok kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. A harmadik adventi műsoron egy kórus és egy társcsoport léphetett színpadra. Minden vasárnap két amatőr művészeti csoport lépett fel. Most a harmadik vasárnapon a Vürc Ádám általános iskola énekegyüttese ad egy rövidke koncertet, majd pedig az idei évben 20 éves évfordulóját ünneplő Pántlika néptánc együttes kimondottan adventre erre az alkalomra összeállított műsorát élvezhetik majd a látogatók. Mivel advent utolsó vasárnapja pont szentestére esik, így Tamásiban ez volt az utolsó adventi gyertyagyújtás és műsor. A gyertyagyújtásnál nem csak Borga Ferenc, város polgármestere, de Tamási francia és német testvérvárosainak vezetői is részt vettek.